HACCP. az élelmiszerbiztonsági rendszer. A HACCP nemzetközileg elismert, Magyarországon kötelező hatóság által ellenőrzött élelmiszerbiztonsági rendszer. Maga a szó a HACCP az a angol kezdőbetűkből van, tehát Hazard Analysis and Critical Control Points. Egy angol mozaik szó. A tevékenység angol szavainak tevékenységeiből állít állították össze. Magyarul annyit jelent, veszélyelemzés és kritikus ellenőrzési pontok. A rendszer célja, hogy a fogyasztók részére értékesített élelmiszer ne legyen az egészségre általmas. A hangsúly mindig a megelőzésen van. Az Európai Bizottság 2000-ben jelentette meg, a fehér könyvet, amely tartalmazza az élelmiszer higiéniával és biztonsággal foglalkozó terveket és ajánlásokat. A bizottság létrehozta az Európai Élelmiszerfelügyeletet, melynek az lett a feladata, hogy a farmoktól az asztalig ellenőrizze az élelmiszer biztonságot. Informálni a fogyasztókat. Ez azt jelenti, hogy a HACCP rendszerben nem csak a végterméket kell vizsgálni, hanem a teljes élelmiszer előállítási láncot. A nyersanyagtól a hulladékig. Ennek a rendszer szemléletű megelőző minőség biztosításának két fő alapelve van. A jól átgondolt helyes tevékenység és a jól tervezett és a alkalmazott ellenőrzés. A HACCP bevezetését a WHO 1993-ban javasolta, Magyarországon 1994-től alkalmaznák, és ma már kötelező a rendszer működtetése. A HACCP rendszer lényege az alábbiakban összegezhető. Minden élelmiszerforgalmazó, élelmiszer előállító egység vezetésének fel kell mérnie, hogy tevékenysége során az élelmiszerben milyen egészségre általmas anyagok, azaz veszélyek kerülhetnek be a rendszerbe. Ezekkel az egészségre általmas anyagokkal veszélyek a technológia során mi történik, a veszély megszűnik vagy nem, esetleg fokozódik-e. Milyen intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy az egészségre anyagok, veszély az élelmiszerbe lehetőleg ne kerüljön be, vagy ha bekerült, a technológia során ez ártalmatlan mértékről csökkenjen vagy megszűnjön. Milyen saját belső ellenőrzéseket lehet és kell bevezetni a fentiek elérése érdekében. A HACCP rendszer igen lényeges jellegzetessége, hogy adott termékre, termékcsoportra, technológiára, az adott körülmények között kell a veszélyelemzést elvégezni, és a rendszert kidolgozni. Ezért nem lehetséges egy általános, minden hasonló tevékenységet végző szervezetekre alkalmazható rendszer dokumentáció kidolgozása, hanem minden esetben az egyedi adottságok, feltételek részletes vizsgálata szükséges. Ez a valóságban azt jelenti, hogy minden egyes kereskedelmi egységre egyéni HACCP rendszert kell kidolgozni és működtetni. A HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetésére azért volt van szükség, mert a tapasztalatok azt mutatták, hogy tiszta, rendben tartott egységben az alapvető élelmiszer higiéniai előírások betartása esetén is előfordulhatnak tömeges élelmiszerfertőzések, ételmérgezések. Ennek oka az, hogy ezeket az eseményeket sokszor Jelentéktelennek látszó hibák, ellenőrzés nélküli folyamatok okozzák. A HACCP rendszer még biztonságosabbá teszi az élelmiszerek forgalmazását. A kereskedelmi egységekben az élelmiszer mégezéshez, élelmiszerfertőzésekhez leggyakrabban az alábbi leggyakoribb okok vezetnek: nem megfelelő áru beszerzése, az áruszállítás közben történő felmelegedése, szennyeződése nem megfelelő hűtőszekény hőmérsékleten történő árutárolás, hűtést igénylő termékek hűtetlen tárolása, a fogyasztásra kész termékek felvágott késsalátó hideg konyhai termék sütemény utólagos elszennyeződése. A mikrobákat tartalmazó szennyezett nyersanyagok, például a nyershús, tisztántalan zöldség, eszközök, edények. A dolgozók keze által szennyeződött élelmiszerek a termékek túl hosszú ideig történő tárolása, beteg dolgozó munkavégzése, illetve alkalmazás is hozzájárult ehhez. Az áruk, azaz az ételek és élelmiszerek előállításának és forgalmazásának teljes folyamatában biztosítani kell a nyomon követhetőséget, és szükség esetén gyors intézkedést, ha kell, az áruk visszahívását is a fogyasztók egészségkárosodásának megelőzése céljából meg kell tenni. Veszély a HACCP rendszer értelmében az élelmiszerben lévő biológiai, kémiai, fizikai anyag vagy az élelmiszer olyan állapota, mely a fogyasztónál egészségi ártalmak kialakulásához vezethet, illetve lehet még funkcionális csomagolásiba, valamint adminisztrációs veszély, a veszély tehát mindig egészséget veszélyeztető anyag jelenlétét jelenti az élelmiszerben. Az egészségre általmas anyagok veszélyek az alábbiak szerint csoportosíthatók. Biológiai veszélyek. Az élelmiszerben jelenlévő apró, szabad szemben nem látható élőlények, melyek a fogyasztók szervezetében fertőzést vagy mérgezést okoznak. Lehetnek baktériumok, vírusok, bérférgek petéi, egyéb egy élő élőlények, élősködők. Közös szóval mikrobáknak nevezhetjük őket. Például romlott élelmiszerben baktériumok, vírusok és gombák. Kémiai veszélyek. Az élelmiszerekbe bekerülő vagy ott termelődő egészségre általmas vegyi anyagok. Élelmiszerrel történő elfogyasztásuk esetén azonnali mérgezést vagy lassan lappangva évek alatt kialakuló idegült megbetegedéseket okoznak. Például vegyszerek, műtrágyák, nehézfémek, fizikai veszélyek. Az élelmiszerben jelenlévő vagy abba bekerülő idegen anyagok, melyek a fogyasztónál sérülést vagy undort idézhetnek elő. Általában az élelmiszerben szemrevételezéssel láthatók vagy láthatóvá tehetők. Például műköröm a szeletelt felvágottban, üvegdarabok vagy fémdarabok. Tehát ez szabad szemmel is jól látható a fizikai veszély. Funkcionális veszély, amely lehet csomagolási hiba, nem megfelelő csomagolóeszköz vagy csomagolóanyag. Például az előre csomagolt ö, felvágottaknál elmegy a vákum. És akkor az annyira persze lehet látni, hogyha nagyon odafigyelünk, de hogyha nem veszük észre és kibontjuk, akkor ne egyből érezzük a szagát, hogy, hogy ezt bizony nem kéne megenni. Tehát előfordul az ilyen, hogy elmegy a vákumcsomagolás. Adminisztrációs veszély, amely lehet feliratkozási címkézési hiányosság, például nincs feltüntetve az összes allergénanyag, allergén anyag, vagy az is előfordulhat, hogy nincs feltüntetve a fogyaszthatósági idő. Például pont nem látszik a nyomtatás, vagy elkenyődött, azt az olyan terméket azonnal ki kell vonni a forgalomból. Tehát emberi fogyasztásra alkalmatlan selejtékkel akkor minősíteni, hogyha nem látjuk rajta a fogyaszthatósági időt. A veszélyelemzésre alapozott HACCP jellegű élelmiszer biztonsági rendszer alapfeltétele, hogy az egységben dolgozók tisztában legyenek a veszély fogalmával. A leggyakoribb veszélyforrások veszélyelemzés és a veszélyek meglőzésének kiközöbölésének módjával, kontroll és ellenőrzési folyamatok írásában való rögzítése. Mint például a hűtőszekrények hőmérsékletének naponta kétszeri ellenőrzése, tehát monitoring. A HACCP rendszer 2004. május 1-ig kellett bevezetni, az élelmiszer, kereskedelmi, valamint a vendéglátó közétkeztető tevékenységet végző egységbe. Tehát 2004. május, májusa óta kötelező a HACCP rendszert kidolgozni és bevezetni az adott vendéglátó vagy kereskedelmi tevékenységet végző egységben. Ugye vannak még ilyen megelőző eljárások, amit eddig láthattatok a képen, tehát a jó higiéniás gyakorlat, a GHP, jó gyártási gyakorlat, a GMP, dolgozók képzése, személyi higiénia, tisztítási, fertőtlenítési utasítások, üzemhigiénia, kerttevőértás, ivóvíz minőségű víz felhasználása, hulladék, szennyvízkezelés, termékleírások, sp specifikációk, szabványok, beszállítói szerződések például. A HACCP-nek még hét alapelvét elmondanám, tehát veszélyelemzés végzése. Kritikus szabályozási CCP pontok meghatározása. Kritikus határérték megállapítása. A CCP-k szabályozását felügyelő rendszer felállítása. Helyesbítő tevékenység meghatározása, igazolásra szolgáló eljárások meghatározása és dokumentációk létrehozása. És nagyjából szerintem a HACCP-ről bővebben ennyit lehet elmondani, úgyhogy köszönöm a figyelmet és további jó tanulást kívánok!